Hiába a digitális világ, a kézben fogható papír, a nyomdaillatú lapozható könyv varázsa megmarad. Ezt bizonyítják az Ugocsa utcai könyvtárosok tapasztalatai is. A Szabó Ervin könyvtár hálózatában bevezetett könyvtári csereprogram, vagy cserepont szolgáltatás korábban is népszerű volt, és most az újraindítás után is töretlen az olvasás, illetve könyvkölcsönzési kedv. Az olvasóink nagyon örültek, hogy ezt a könyvtári cserepont szolgáltatást megnyitottuk. Előzőleg már február 10 és március 8-a között ez üzemelt, utána a járványhelyzet miatt sajnos fel kellett, hogy függesszük a könyvtári cserepontként való üzemelésünket. Majd a múlt hét szerdán, április 21-én, hála Istennek, ismét újra tudtuk nyitni a könyvtárunkat. Ugye ez a könyvtári cserepont, ez azt jelenti, hogy az olvasók egyelőre nem jöhetnek be a könyvtárba, hanem csak itt az ajtón keresztül tudnak kölcsönözni dokumentumokat. Most annyi a változás, hogy a használati szabályzat értelmében most már minden dokumentumot tudnak kölcsönözni, kivéve a folyóiratokat. CD-ket, DVD-ket, hangos könyveket is tudnak most már kölcsönözni, természetesen a megfelelő térítési díj ellenében. Igaz, hogy a könyvespolcok közötti sétálgatás, a csak úgy olvasni valót keresek szisztéma most nem működik, de a könyvek előjegyzése és átvétele rendkívül gyors és egyszerű. Elvinni úgy lehet dokumentumokat, könyveket, hogy előjegyzésre. Ez az előjegyzés, ezt történhet telefonon, e-mailbe, illetve online webes felületünkön is, úgyhogy ezzel élnek is az olvasók. Tulajdonképpen egy hét alatt több mint 300 olvasó 1300 dokumentumot jegyzett elő. Még praktikus információként elmondanám, hogy a nyitvatartásunk az ugyanaz, mint a megszokott, kivéve annyi a különbség, hogy este 6 órakor zárunk 7 óra helyett. Mindig minden gördülékenyen működik, ez egy nagyon jó könyvtár. Ezt már Szilvia néni mondta, aki a természetjáráson kívül könyvtárba szeret igazán járni. Most is könyvet hozott vissza, és újabb könyvekért érkezett. Otthon azért vannak még könyvek, az ember előveszi, olvassa, vagy még egyszer elolvassa ugyanaz, csak egy újdonságokra lehet szerteni mindenféle fajtából. Ez a tény olyannyira igaz, hogy az idősebb korosztály mellett a fiatal egyetemisták, főiskolások is sokan vannak az előjegyzők között. A tanulmányaikhoz nélkülözhetetlen az itt felhalmozott tudás. Az árvatartás alatt a könyvtár elindította a Könyvtár otthonról című szolgáltatást is, amiben mindenképp ezeknek a fiataloknak kívánt a segítségére lenni, akik például otthon a szakdolgozatukon dolgoztak, hogy ezáltal is elősegítse az ő munkájukat. Marosvári Nóra elmondta, nagyon örültek annak, hogy az itt élő édesanyák közül sokan ma is mesét olvasnak a gyermekeknek a tévézés vagy számítógépezés helyett. Ez bizonyítja az érdeklődés és az a nagyszámú mesekönyv is, amelyet az elmúlt napokban előjegyeztek a fiatal olvasók.